A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! Én kormányoznék szívesen. Kis szőkehajaddal? De jó lesz. Mekkora egy baromság, muszáj ezt csinálni? Tényleg nem kéne azt, hogy a csomagtartóból csinálok valamit, mondjuk, hogy ott van a váltó. Vannak még ötleteink, tehát hogy hárman vezetik az autót, és mindenkinek egy pedálja van. Nekem minden megfelel, Tibi. Tehát én a barátod vagyok, kiszolgálod. De ha már itt tartunk, ti amúgy mióta ismeritek egymást? 2011. Végtelen rég. Amikor elküldtem neki a első cikkemet, és válaszolt, hogy nem biztos, hogy meg fog jelenni. Innen indult a kapcsolatotok? Írt egy ember, azt mondta, hogy ő a Bosch technikus. És hogy ilyen dolgokat csinál, én meg mondtam, és arra gondoltam, hogy akik így kívülről beküldenek cikkeket, azok hogy az ilyen, szar. Tehát nem tudnak írni. Egyszerűen az az ember, aki a műszaki dolgokhoz ért, mérnökök inkluzíve, képtelenek kezelni a magyar nyelvet. Ezért lesznek a bölcsészekből autós újságírók jellemzően, nem a mérnökökből. Mérnökökből lesznek olyan autós újságírók, akik értelmes dolgokat írnak, de senki nem olvas el. Bölcsészekből meg lesznek azok, amiket mindenki elolvas, és hülyeségeket írnak. Én kifejezetten szeretem Tibi cikkét. És akkor Tibi így beszélni, így nem tudok írni, tudok beszélni. Tibi így szerényen így elküldte az első cikkét, amiben már pikoszkópok, és és nem tudom, mindent mért, és szétszedett, és ez egy borzasztó tömény volt. És ez egész olvasmányos volt. És azt hittem, hogy csak nekem olvasmányos, mert én értettem úgy nagyjából, hogy mit ír, és így megmutattam a többieknek, és mondtam, hogy figyeljetek, ez tök jó. Egy kicsit így pár veszőt áttettünk, nem, tényleg alig nyúltam bele, megjelent, és örjöngtek az emberek. És akkor lett a Bosch technikus a TV-ből. Nem, te sose voltál hülye. Hülye voltál, mert miért turkálsz ott, ahol nem kéne, de végül is az az autó, ami 6-szor elbukott a gyári szervizen, az mindig nálad landolt végül, és ott javult meg. Van olyan is, meg ilyen is. Igen. Amikor valamilyen fiatalabb arc jön ide, tök mindegy, hogy autós tartalomgyártó, vagy az élet leöregezett más területén. Ezt vágod, hogy leöregezett? De hát azt mondta, amikor hát fiatalabb arc, amikor fiatalabb arc jön ide, tehát most öregek. Tehát most öregek jöttek, igen, lépjünk hogy tovább. Azt szoktam tőlük kérdezni, hogy merre látják a végét, meg meddig tart még most. Viszont nálatok az az indokolt kérdés, hogy megtörtént az autós beteljesülés? Mert Csík, te azért hát amikor elkezdesz sztorizni arról, hogy milyen autóid voltak, miket csináltál meg azzal, és Tibi azért a kompaktok megépítése, meg az előtte lévő autók, meg úgy általában a szakmai fejlődés. Tehát, hogy ti odaértetek így autós szempontból, ahova akartatok? Karrierileg? Én nagyon sokszor. Sokszor hittem azt, hogy ez a csúcs innen nem lesz főbb, és akkor még volt főjebb, mert akkor elővettem még dédelgetettebb álmokat. Most is zajlik. Tehát mindig van, csak mindig be vagyok szarva. Tehát én örökké sötéten látok mindent, ezért nagyon nehezen tudom kiérni. A kincstári pessimizmus. A kincstári pessimizmus. A kincstári. És Tibi, neked mondtad, hogy most párhuzamosan akkor két hát és fél három motoré? Az hobbi. Értem, de nem mindig lehet összeegyeztetni ugye a munkával se, mert ugye, hogyha hobbiból sok pénzt raksz, akkor azt máshonnan veszed el, de hát ezt te ismered. És meg az időt, ha elveszed valamitől, az is annyi mindent szeretnék még csinálni, és nem csak autós dolgot, hanem nem tudom, sok mindent tanulni, hobbizni. A szexet egy kicsit, hát azok a 30 másodperces gyakorlat. Jó, és akkor abban a cigi is benne van, de a lényeg, hogy az életed legnagyobb részében... Sose érsz oda, hogyha ez a kérdés, soha nem fogsz odaérni, ahova Nem. Életed tartasz. Legnagyobb részében irgalmatlan precizitással, odaadással és türelemmel tákolod másoknak a rossz autóit. Bocsánat, itt a tákolás, hát egy rossz munkám, javított. Aki meg kiflicsít, vagy gyógyít. Igen. De hogy amikor ennek így vége, akkor lehúzod a ponyvát a sorhatos BMW motorról, amiben küzdesz a 250-300 köbcenti növekményért, és nekiállsz annak is. Nem éged ki, nem fogyaszt el? Hát nem, hát hogyha lehúznám róla a ponyvát, akkor már nem állnak 2 éve motor nélkül, de sokat gondolkozok rajta. Igazából ennek pont az agytorna része az, ami tök jó, amíg gondolkozol rajta, hogy mit kéne, hogy kéne, és lehet, hogy megpróbálsz mondjuk 200 dolgot, de ez nem feltétlenül egy kompakt motor, hanem bármi. És lehet, hogy abból 3 jön be, de az a 3 okoz akkora beteljesülést, vagy orgazmust, tök mindegy, hogy azért megéri csinálni. De nem félsz attól, hogy tönkre teszed?
túlfúrod, túl nem tudom. De van belőle annyi, mint annyi. Mint ha itt azt mondanád, hogy nem félsz, hogy tönkreteszel egy Merci motort. Hát nézzél már szét ott. Hát jó, de azért mindegyik ilyen 2-3-400 ezer forintos tétel, még ha bontott. Hát jó, de hát egy 6 hengeres BMW blokk se egy akkora összeg. Uh-huh. Meg hát van belőle rengeteg. Na szépen rákötöttél előbb arra, hogy szeretnél mást is csinálni, mást is megtanulni. Mi az, hát igen, ami kikapcsol titeket az autózáson túl? Hát én szeretek kirándulni, strandra menni, nézni ki a fejemből, leülni egy lángossal szembe. Akkor nekem nagyon nagy elmaradásom van nyelvtanulás területén. Hát ezzel szeretek foglalkozni. Sportolni szeretnék. Azért kezdek, elmúltam 50 éves, egyre többet és foglalkozom neked... a... Elég sportos múltad volt, erről mesélted. Hát igen, a katonaságnál egy törnyős osztagban voltál például. Igen, de hát azért a munka az innen is elvesz. Tehát ebbe az egyensúlyt, mint bárki másnak, nehéz megtalálni. Csík, te mit csinálsz, amikor nem autózol? Motorozol? Mindent. Motorozok, tudod, zenét hallgatok, a boomer zenéket, a 60-as évek. Egyre jobban beleásom magam különben, egyre többet tudok róla, ami senkit nem érdekel a világon, de azért én most már egészséget tudok így fent. A te szakmádban amúgy volt egy rohadt nagy áttevődés, amikor ugye eljöttél a TC-től, átmentél a Speedzone-hoz, hogy irgalmatlan mennyiségű videót kezdtél forgatni, de ezzel párhuzamosan meg a könyvírás is felfutott, az valami pótlás volt? Komplikáltabb volt. Ez úgy volt, hogy én autós újság, sőt, én informatikusként kezdtem és szoftvereket árultam. És onnan lettem autós újságíró, mert autós újság cikkeket fordítottam angolra, hogy ellenőrizzék külföldön, hogy mi jelenik meg Magyarországon. És akkor tudod, ebből az ólombetűs szedésből Automagazin, Autópiac, lettem utána internetes újságíró. És mindenki azt mondta, hogy hülye vagyok, mert hülye gyerekek közé megyek nulla pénzt keresni, és egy év múlva megmutattam nekik a számokat, hogy az egész nyomtatott sajtót egy szem újsággal lezavarjuk, és még. És aztán az egyre nagyobb lett az a dolog, az egy új szakma volt igazából, internetes újságot írni azért nagyon más, mint nyomtatott újságot írni. Mind a kettőnek megvan a szépsége, meg a komplikációja, de utána, amikor az internet alól elfogyott az út, akkor jött az, hogy akkor csináljunk videót. Most ebben aztán tényleg nem vagyok otthon, tehát ez már egy ilyen nagyon sokadik dolog. És most már ott tartok, hogy múltkor voltam Kómóban, 4 kamerával forgattam önmagamat, de az egyik az olyan volt, hogy 3.800.000 forint kölcsönbe volt nálam, és előző éjjel tanultam meg, hogy hogyan tudom az arcokról levenni az autofókuszt. Éjjel 2-kor néztem a YouTube-ot, hogy ezt hogyan lehet kezelni, és azzal mentem rikoltot. És ez akkor ez most neked egy nyűg, vagy egy jó kihívás? Hát tudod, ismerjük egymást, mi annyit dolgoztunk. Tudod, nekem minden nyűg, ami kihívás, én igazából belül egy borzasztó lusta ember vagyok, és szeretném, ha minden úgy lenne, és mindenbe belevágok, ezért örökké változik minden körülöttem. Tehát egy skizó. De élvezem, különben élvezem, hogy tudok valamit most már lassanként, egy kicsit, mindenki sokkal jobban tud, az összes operatőr, de egy kicsit legalább látom, hogy ők mit csinálnak. Nincs az olyan messze a fotózástól, és ezt nagyon szereted. Azt igen. Előbb feldobtad itt, hogy te egy ilyenbe, egy klasszikus 2-es Swiftbe belenyomtál 250 000 kilométert. Munkás autó volt, vagy hát mindenes autó volt, igen. Igen. És sokat autópályáztam is vele, egy 1000-es volt. Uh-huh, 3 henger. 3 henger. De én annak a belét széttapostam, tehát 150. És az az érdekes ezekbe a Swiftekbe, hogy mész vele a forgalomba, próbálsz vele haladni úgy, ahogy a többiek, csak nekik van kormányuk, van fékük, stb. Neked meg nincs, mert egy Swiftbe ülsz, és valahogy mindig lesz. Tehát úgy értve van, de ahhoz a tempóhoz még sincs. És egy Swiftbe valahogy mindig lesz. Tehát, mindig odaér. És elképesztő, strapabíró autó. Vezettél te egy 316 V Swiftet? Ezt a három ajtósból volt. A három hengeres. Figyelj, az az autó, az a házilag épített hot rod, az olyan volt. Tehát úgy ment, mint az állat, nulla futómű, nulla fék, nulla minden, viszont brutális, tehát bármennyivel lehetett vele menni, életveszélyes volt. Ja, és ha Swifted van, mindig gyorsulni akarsz. Igen. Tehát beállsz a lámpánál, azt hittem, ez ilyen hondás dolog. Nem, biztos. Hogy gyorsulni akarsz. Tehát nézed, hogy ki van melletted, hogy az a nyelvet legyorsulnak úgyis. De tényleg, esküszöm. Csík, te találkoztál Swifttel, az esztergomi Swifttel, vagy hát a második generáció Swifttel új autóként? Tehát voltál ilyennek esetleg bemutatóján, faceliftjén akár? Ne hülyéskedj, szarrá teszteltük. Tehát az összes első tesztautó, amiben ültem, az vagy Felicia volt, vagy Swift volt lényegében. Milyen volt ez neked akkor?
a Swift műszakilag iszonyatosan jónak érezte mindenki, tehát úgy legbelül ez egy Toyota, úgy a csavarok szintjén, meg a gépészet szintjén, különben meg egy hulladék. Tehát ugye a magyar Swift az még sokkal rosszabb is volt, mint a japán, mert én még ültem japán Swiftben. Az első négy ajtós Swiftek, azok japánok voltak. Japán. Puha kormány volt benne. Csík, japán. Igen, ezt mondtátok, hogy ez japán, és nagyon, nagyon érdekes, hogy azok jobbak voltak, más lengéscsapító volt. De mit tudott egy Lada Samara, mint egy Swift, nem? Jaj, a Lada Samarát ne vegyük elő, ez nem autó. De hát abban a korban mondjuk. Ez borzom, annak egy jó... Oké, de abban a korban szerintem ez egy kimagasló autó volt. Jó, de amikor mellé tetted... Mondok valami egészen furcsa. Hát mellé teszel egy akkori Feliciát, az új Feliciát, a Chrome Hitler bajszosat. Volkswagen System. A Volkswagen System az csak az 1.6-os volt, még egy nyomorúdas Feliciát mellé teszed. Amiben ott volt az ősöreg, béna farmotor előre téve, tehát nem lehetett pörgetni. Emlékszem, hogy a fordulatszámmérőjén volt egy sárga skála, hogy itt ajánlott használni, és utána jött a piros, hogy oda azért nagyon nem menj, és ez nagyon hamar kezdődött. De a Feliciának azért volt egy ilyen másodlagos rugózási csillapítás, ami ennek nem volt. A Feliciának össze volt hangolva a rugó és a lengéscsapító állandója úgy, ahogy ennek nem volt. Ennek nagyon kemény volt a... Várjál, hogy volt ennek? Nagyon kemény volt a rugózása és puha csillapítása, hogy fordítva. Emlékszem, hogy mindenhol elpattogott, és nem lehetett jól beállítani, tehát ezt át kell építeni, hogy jó legyen. A Feliciában voltak úgy, ahogy műanyagok, mert ahhoz már akkor hozzányúlt a Volkswagen, ebben minden borzasztó irány volt. A szagára emlékszem, hogy megfulladtál benne, amikor beleszálltál. És nem volt törésbiztonsága. Tehát mikor összetörtük a motorpressz, és hát az egyik kollégám törte össze a motorpressz, és 1.3-as, nem is 1.0-as Swiftünket, neki ment valami nagyon silány autónak, és a Swift eltűnt. Nem volt Swift, egyszerűen semmi nem volt, csoda, hogy nem sérült meg a srác, a másik autó az így kicsit be volt holpadva. Na jó, de hát abban az időben Volvo volt biztonságos egyedül. Igen, meg a Mercedes, meg az Audi, meg a BMW. Láttátok az autót? Láttátok a pályát? Simpi. Mi a terv? Mi a cél? Itt vannak az időeredményeink. Nektek is meg tudom ígérni, hogy a top 3-ban benne lesztek, mert ti vagytok a harmadik résztvevő. Jó. De hogy hetyésiek mentek egy 1.16-ot, Szalai Istiék egy 1.05-öt hoztak össze. Hát ezt gyalog rendesen nem jártuk be egy perc alatt. Nem lehet, hogy kölcsönadjátok azt a villanyrollert, amit az előbb láttam, azzal megcsinálom ezeket, de nem tudom, tehát... Hogy osztjátok fel a szerepeket? Ki vezet, ki pedáloz? Magához ragadta a kormányt, egyet kipróbálok simen. A kormányzásból, jó? Simen. Három menet van, a legjobb számít. Jó, na akkor az egyiknél cserélünk, hogy hát ha kiderül, hogy rejtett tehetség vagyok. Figyelj, akkor kezdj ott. Vezetésben. Nem, te kezded el, ezt megbeszéltük. És akkor középen, oké. Okay. Én lábazok. Jó. Tegyétek magatokével a járművet. Nyomod a féket, mert szerintem csak úgy... Az a fék. Próbáld meg. De van benne kuplunkpedál. Próbáld meg, mi a fasznak benne. Próbáld meg. Na, ez a fék, mert lejjebb ment a pedál. Igen, így van. Ez a fék, mert lejjebb. Én ráléptem, és az egyik az nagyon-nagyon könnyen ment, a másiknak meg volt egy ilyen szivacs az alján, és nem ment lejjebb. Az előző két pár az úgy indította be, hogy álltak a féken, hogy beinduljon. Beindul amúgy fék nélkül is. Jó. Ez is. Na, megvagy? Bekötöm azért, bízom benned, Tibi, de az én életem már nagyon rövid. És még rövidebbet nem akarok. Jó lesz ez, Zsolti. Szétbaszunk mindenkit. Szét, mint az állat. Tudok-e így gázt adni? Biztos, próbáld ki a gázt. De mi? Ja, erről van a gáz is? Igen, ezt mondom. Ne csináld már! De ezért mondom, hogy rohadtak. Én tudom, hogy szemetek. Én tudtam, mikor idejövök, hogy a halálos ítéletem írom alá, de nem baj. 3, 2, 1, rajt! Fék! Jó! Á, kurva! Erre nem számítottam. Előre? Várjál! Á, most már jó. Azt csinált, hogy az alján fogod. Megvagyok. Lassabban, első kör. Jó vagy, Tibi, jó vagy. Fasza! Várjál! Ó, bazd meg! Mennyi bünti! Fék! Várjál! Nyomtam a féket. Lehet.
Szerintem menjünk biztosra. Jó, akkor azt mondtad, hogy nyomjam, mint a barom. Jó, várjál. Várjál másik irányba. Nem másik, másik irányba. Mert most hátul is első. De nem jó, most nem jó, fele megyünk. Várjál. Nem jó. Hát te tekered a kormány, nem. Várjál. Ne arra, a másik irányba. Oké, megvan. Az aljához igazítsd a gondolataidat. Képzeld azt, hogy az alja... Igen, amikor... Na? Jó, lassan. Menjél még. Edd el a vizet. Hát ez 5 perc. Kezdnek meg a Manna ABC feladathoz. Óvatosan közelítik a srácok meglehetősen. Levették az üdítőt, és kezdik a tolatást. Mert hátra óvatosan beindítom. Jó. Jó, tekerjünk. Közelebb kéne menni, közelebb. Várjék. Jó, másik irányba teked. Á, passzom! Úgy, erősen, jó. Kicsit. Tedd rá, jó van az. Messze vagyunk még egy kicsit. Hát jobbra, balra teked. Jobb vagyunk. Jó. Így mondd, hogy jobb. Lassan. Jobbra, lassan. Balra, nagyon balra. Nagyon jó. Nem? Oké. Akkor jó. Jó lesz az. Jó. Bassz. Kurva! Merről kell megkerülni? Arról. Nem. Másik, jobbra tekerd, jobbra erősen. Á, faszom. Még. Lassabban. Jó, most balra, még, tökig balra. Tökig vagyunk. Törd le a kormányt, geci! Nem baj, jó vagyunk. Jó, és most jobbra tekerd, visz. Jó. Három. Nem dőlt föl. Ebben ez csak a melegítő. Óvok, ott áll. Visszatolhatok a rajtba, ha megkérlek? Nem. Tolatunk. Kikormolom. Én azt gondolom, hogy lassabban kell. A paraboliken felfedeztem egy kis, hogy mondjam... Folytonossági hiányt? Vagy igen, ott szétesett a csapat. Előtte jók voltatok, tehát hogy viszonylag hamar ráéreztetek a kormányra, azt láttam, de ott a paraboliken valami történt. Összezavarodtunk, fölment a vérnyomásunk. Nem tudom. Most vezettél először ilyen autót, fordított kormányosat, ugye? Igen. Látszott. Ők már vezettek, akik ott vannak? Igen, ők. Ja? Nem úgy, hát amikor ide jöttek, akkor itt vezettek. Itt vezettek. Igen. De milyen volt a feladat megosztás megélni, azt mondjátok el, hogy... Az igazság, hogy teljesen kaotikus volt az egész. Igen, teljesen kaotikus volt az egész, mert... Tudod, mi volt az érdekes? Rájöttem, hogy nagy a fordulókör ennek az autónak. Azt hittem, hogy Tibi még be tudja tekerni. Mondom, de hülye béna, hogy nem tudja tovább tekerni a kormányt. Annyi volt. Hoppon vagyok, és azt nekem kellett megoldom rükiből. És ott volt az összezavarodás, hogy én akkor rüki, akkor melyik pedál? Mondjuk... Igen. Így újra kell gombolni a kabátot. Szerintem nem kellenek ilyen hektikus gyorsítások, tehát nem kell ez a paddolgá... Azért mondtam, amikor egyenesen megyünk, azt gyorsan abszolváljuk, hogy... Szerintem nem, mert amikor egyenesen mész, azért kell lassan menni, hogy a kormányos felkészüljön arra, hogy most mi a losszát is kell csinálni. Igen, hogy egy kicsit megmozgassa a kormányt. Szerintem, jó, szerintem most hiba... csinálunk egy olyat, hogy majdnem tartott gázon, nagyon finoman megyünk. De most én kuplingolok. Nem, én majd a végén. Sosem vezettem én sem még fordítottam. Ez nem biztos, hogy jó elv, tehát hogy Tibi már elkezdte megszokni. Nyilván rátok bízom. Hát, úgy, ahogy ti tudtok jobbat menni, mondhatom a mostani időtöket? 3 perc, 28 másodperc. És hallod, akkor sosem vezettem. Láttad? Nem. Mert hogy 3.09, 4 hibával az 3.29. Az majdnem ott volt. Tehát... Engem mindig megrévített Tibi intelligenciája, amikor egy előbukott bele, de most, hogy már Nostradamus is. Ott lihegünk a másodikok nyakán. Igen. Egész közel. Érzi. De ti vagytok a harmadik meghívottak. Nem baj, de ott lihegünk a nyakukon, de ez, ez tény. Ez még tény. Az első is retteg egy kicsit. 3, 2, 1, rajt! Már az eljöttől egy kicsit. Nehéz ám gáz. Ezt tartsad. Rohadt kemény a gáz.
Hát alig fordul ez a kocsi. Igen. Így finomos. Finomban meleg a láb, ha nem hibázunk. Kicsit több bátorsággal! Na, bazd meg! Kicsivel, egy árnyalattal gyorsabban. Nagyon nehéz árnyalatokat adni neki. Látod, mert ez a következő. Jó. Nem akarok hibázni. Teker. Oké. Okay. Jó, vissza, most már vissza. Jó. Még egy kicsit balra tekerni. Jobbra. Most visszafelé. Vissza. Vedd vissza. Jó? Vedd vissza, balra. Fények. Jó? De hogy itt már kell is. Fék. Nem. Kicsit elég megyek. Jobbra. Úgy az, tehát teljesen balra. Jó? Vedd vissza. Jó? Hibátlanul teljesítették a feladatot, indulnak vissza. Manna ABC feladat teljesítve. Egy tartógázzal, Zsolti. Fasza, kurvára darabos a gázám. Nem baj, de így legalább. Benne vagy a flow-ban? Most igen. Nem szólok. Nagyon jó vagy, Tibi. Lassíts! Mert itt mehet. Szűk a forduló, aha, kérem. Mehet. Jó, mehet, ezt bevesszük. Ja. Jó, visszafelé. Fék, bazzik, nyomtam a féket. Azt a kurva. Azt hittem, hogy már egyenesen számítottam, bazd meg. Azt hittem, hogy egyenesen megyünk már. De ez nem hibának számít. Tolasd meg, kérlek a rajtba. Azt csináljuk már negyed órája. Jobbra tekert, mint okay. A balom. Bementünk a célba. Bele. Hát ennél jobban bele. Nem hiszem, hogy ment valaki. Mentünk a célnak igazából. Belementünk a célba. Jó. Akkor az tökéletes. Azért lényegesen jobban összeálltatok. Szerintem persze. Hát mi azért kicsit lebontottuk. Mélyen össze vagyunk kötve telepatikusan a Tibivel, csak először mind a ketten tanultunk, de... Igen. Alakul. Szóval, mentetek egy 1.49-es időt. És mivel én próbáltam simításnak benézni azt, amit a célkapuban műveltetek, de az rendesen arrébb lett rakva, az egy hiba. Tehát egy 1.54, de még így is majdnem másfél percet faragtatok az első körhöz képest. Ha így folytatjátok, akkor bent lesztek egy perc alatt a harmadik körben. Hogy van ez a exponenciális növek? Igen. És nem exponenciális. Teljesen szüzek vagyunk. Ezt azért nagyon elmondanám. Várjál, hogy rainy fogok... track, vagy nem rainy track, ugye? Én már idézzük azon gondolkozom, hogy fogok hazamenni. Ezt amúgy többen felvetették. A kocsiba, és mindennek neki mész. Ezt többen felvetették. Ezt többen felvetették. Én egy tesztautót török össze. Mivel van már rajta nyomás. Évente egyszer van nálam tesztautó, most pont ide azzal jöttem. Nagyszerű. Akkor azt mondom, kezdjük el a harmadik kört. Jó. De azt nézem, hogy Tibi valamelyest predesztinálta magát a szerepre. Ugyanis papucsba jött. Tehát, mert hogy... Úgy csak kell gázra lépnem. Érezte, hogy nem kell nyomni a pedálokat, ja, nem papucsba jött. Az az igazság, hogy én májustól szeptemberig ebbe a papucsba vagyok munkába. Úgy érezni. Munkavédelmi. Amúgy tetszik, jól érzitek magatok? Fasza, nagyon. Jó. Nekem jó is különben, mert tényleg nem tudom mozgatni a jobb karomat rendesen, tehát ez most így nagyon fasza. És éjjelre még tartani kéne. Biztos benne, hogy nem gyűlölni fogjátok, hanem egy jó kihívás. Nem, fasza, nagyon. 3, 2, 1, rajt! Sebességbe teszed, az segít. Oké, ez jó tempó. Csak a irány nem. Ugye, menjünk biztosra. Valamit faragunk belőle. Ez már egy kicsit... Lassíts! Lassabban. Nem akarom leütni. Most jók vagyunk. Próbálom talpalni. Jó. Jó az ív. A harmadik körben is megérkeztek a srácok a Manna ABC-s feladathoz. Eddig legnagyobb lendületet látom bennük. Ez lendület? Én érzem a rendületet. Nem jó, most igazítani kell. Fék? Meg és akkor most. Jó az irány. Bicikli nem hordott. Várj!
Hozzáérni szabad. Sajnos a tükörrel odébb lökték a hordót. Nem lőttük. De nem gyorultak! Az van, hogy hozzáérni szabad. Na, jó, és most egyenesen. Paszt van, hiba pont. Tényleg csak... Azt szóltam, hogy... Tudatos döntés volt, hogy, hogy karcoljuk. Igen. Nem ezért véletlen. Mi ez? Még? Jó, vissza. Nagyon vissza. Jó. Erre vissza. Jó. Arra vissza. Hát jó, hiába lesz. Mondod, apukám! Fék. Ez... Teker. Oké, okay, csak itt ne nyomja a padlót, ne az előbb. Jó. Jó. Fék nincs, gáz meg kőkemény. Jó. Figyelj! Anti! Na. Hozzáértünk a hordóhoz, azt mondtad hozzáérni lehet, felbont. Arrébb is löpődött, ahogy hallottam. Menjünk vissza arra. A faszom! Egyet, és visszaállt a talapzatára, mint egy Mussolini szobor, baszki. És akkor most melyik érzés van, hogy jó túl lenni rajta, vagy azért... Én csinálnám még különben. A faszabó. Igen. Na. Ja. Én ellennék egy napot egy ilyen hülyeséggel különben, tehát ez... De... Az utolsó kör. Egy 1.59.95-ös időt mentetek, tehát hajszállal 2 perc alatt. Viszont el kellett adnom az egy hibát, mert... A szemüveget a bírónak! Szóval az a furcsa helyzet állt elő, hogy a ti legjobb körötök az az előző volt, az az 1.49.14, amihez van így egy hiba, tehát 1.54. Te emlékszel ott hibára? Mert ott se volt. Egy kis, Ne haragudj! Az miért? Tehát ez nyelvtani kérdés, ez nem vezetési kérdés. Ez nyelvtani kérdés, azt mondta, menjetek be a célba. Jó. Milyen gyorsan kell menni ahhoz, hogy 1.05-öt csinálj? És tegnap Oliver meg Dani mentek 40 kezdetűt? 49 egy hibával, de 52 volt hiba nélkül. A gyakorlás nem ért, gyakorlásra minden más. Ja, 3 kört mentek ők is. Na. Naponta. Ne. Jó, Daninak lehet, hogy egy kicsit több, mert ő építette a járművet. Hát egyedül igen. Úgy lehet, hogy könnyen amúgy. Kemény egyébként. Amikor, ja. Tehát amikor rájöttem, hogy ott lesz a pedál, mondom, jó, ezt valahogy megoldjuk. Amikor rájöttem, fordítva vannak a pedálok, mert nagyon nem gázpedálnak nézett ki az a fékpedál, amit nyomtam, akkor arra gondoltam, hogy most komplikált lesz, de keresztbe teszem a lábam, és akkor a idegszálak úgy kötődnek, és ez működött is különben, csak nagyon nehéz. Tehát akkor két lábasztál? Hát nem, én így vezettem. De két lábbal vezettél, mert volt, aki amúgy meg egy lábbal próbálta meg, és hogy ne zavarodjon bele, hogy mikor melyik lábbal. De akkor belezavarodsz az irányba, tehát ez így tök jó volt, ezzel semmi probléma nem volt. Mikor rájöttem, hogy szegény Tibinek is fordítva van a kormány, és úgy végig gondoltam, amikor itt az elején én elcsesztük, hogy tolatni is kell, és akkor majd még fordítvább lesz minden, az nagyon rossz volt. Tudod, kinek lenne jó? Aki soha életében nem vezetett egy autót. Esküszöm. Utána soha nem is vezessen rendesen, csak de utána nem lesz az, hogy a forgalomba engedni. Nekem 91 óta van jogsim, és megszoktam, hogyha jobbra kanyarodok. Jó, nyilván más is. 91-87, tehát nagyjából igen, az sok. Az nagyon sok, ne kérjétek, hogy kimatekozzam. Ugyanakkor volt olyan versenyzőnk, aki tudta, hogy fordítva van a kormány, de annyira belefeszült így a kamera stresszben, hogy mindenre, elrajtotta, és beleállt a gumikba ott, mert hogy kitekerte a kormányt úgy, ahogy gondoltuk. Csak gépészet. Próbáljuk már megfordítva. Annyit még mehetünk? Kamerán kívül egy szeretném én megpróbálni, Tibi mondta, hogy segítettem. Előtte még dolgunk van. Előtte még dolgunk van a kamerának. Elsőre is nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem ez egy rohadt jó. Én köszönöm, ez nagyon jó volt. Jó volt, Anti. Ezt a géptetőt is szeretnék. Ez olyan, mintha balra tekernék minden csavart ezen túl. Borzasztó hangzik. Van olyan, és nagyon rosszul érzem magam. Szeretnék kérni egy-egy aláírást, és utána akkor ezt is elárverezzük. Hova írjuk alá? Ahol nektek kényelmes, valahol közel legyen egymáshoz a nevetek, és akkor beírom alá az időeredményt. Nagyon jó, érzem egy ilyen kurva jó csapatszellem kialakulását. A Tibivel? Igen. Tehát érzem, hogy belőlünk némi fejlődés. Ja, hogy nagyobbat? Igen. Ez törvényszerű, hogy a vénfaszok lassan mennek? Hát nézd, Hetyő talán hozzátok volt közelebb korban, de elég gyorsan ment.
írjuk itt a tizedeket, mint jó, a igen, de mindegy. Ez 49, csak szólok. Ezt mindenki tudja, hogy az 49. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Aztán bízom benne, hogy még erre arra összefogódunk. Hú, ez izgi volt. Fú, következőre is jövünk. Minden jövök évén. A Novattal is. Köszönjük. A Gonosz Fív következő párosa Szuprás Geri és Kocsis Dezső. Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Fív epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt.